Harangozó Tamás, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak nagyon aktuális kérdésekről címmel. Miniszterelnök úr távolléte miatt válaszadásra Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterelt jogosította fel. Kérdezem, képviselőt, elfogadja a válaszadó személyét. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Miniszter úr, nem először, bár sajnos egyedüliként szólalok fel Szekszárd és térségének nagyon fontos ügyeiben, és három olyan ügyben szeretnék dülőre jutni miniszter úrral, amiben a magyar kormány döntése és a magyar kormány segítsége feltétlenül szükséges. Az első az az M9-es kérdése. Az elmúlt egy évben már kétszer vitattunk itt meg önnel, és ön kétszer ígérte meg itt a ház falai között, hogy olyan megoldás fog születni, ami a Szekszárd és térségét nem érinti hátrányosan, tehát nem viszik el az M9-es autópálya nyomvonalát. Azt is ígérte legutóbb több hónappal ezelőtt, hogy nem sokára döntés születik. Várnám a válaszát, hogy született-e döntés, mert mi továbbra sem hallunk erről semmit. A fideszes országgyűlési képviselő is csak hallgat a kérdésben. A másik az a szekszárdi úszoda ügye. Nem tudom, hogy tisztában van-e vele, miniszter úr. A Szekszárd az egyetlen megyeszékhely, ami szégyen szemre lassan 7 éve nincs fedett úszodája. Azért nincs, mert Horváth István még polgármesterként bejelentette, hogy új úszodát építenek. A régit bezárták, az újat pedig azóta sem voltak képesek megépíteni, ott áll félkészen, a pénz eltűnt, és most már maga a város is azt mondja, szétteszi a kezét, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, vagy a kormány átveszi ezt a beruházást, vagy Szekszárd továbbra is abban a szégyenben lesz, hogy megyeszékhelyként egy fedett uszodája sincsen. A harmadik pedig az Eliosz úgy, tisztelt miniszter úr, mert ott is ott hagytak minket az út szélén. Mert 750 millió forintért lecserélték a világítást, ahol kellnek, törik össze magukat az emberek, a gyalogos átkelő közepén gázolás történik, mert olyan a világítás minősége, és Szekszárdnak nem lesz még egyszer 750 millió forintja, hogy ezt az elfuserált, szétlopott beruházást kijavítsa. Kérdezném miniszter urat, ebben a három ügyben számíthatnak-e a Szekszárd és térségében élő emberek a magyar kormányra? Várom válaszát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. M9-es ügyben csak elismételni tudom saját magamat. Tehát a nyomvonalról folyik egy vita, ezt a vitát itt is önnel is többször lefolytattuk, illetve az akadálya a vita lefolytása, hogy nem vagyunk különböző nézőponton. Vannak más nézőpontok is, mint amit képviselő képvisel, de ebben az ügyben döntés nem született. Uszoda ügyben azt tudom mondani, hogy nagyon sajnálom, hogyha ilyen helyzet alakult ki. Az én emlékezetem szerint itt egy önkormányzati keretek között megvalósuló beruházásról van szó, hogyha ebben az állam segítséget tud nyújtani, akár többletforrás biztosításával, akkor természetesen kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy Szekszárd is rendelkezzen uszodával. A célkitűzés is ez volt. Az elmúlt években, hogyha az országos fejlődést megnézi, akkor az kifejezetten imponáló, hogy hány helyen tudtunk megnyitni olyan uszodát, ami lehetőséget ad arra, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, akár úszásoktatás, akár szabadidős program keretében úszhassanak, és ennél annál fájóbb, hogyha van olyan megyeszékhely, ahol bármilyen okból is az uszoda felépítése, felújítása nem fejeződött be, különösen, hogyha nincs olyan uszoda, ami pillanatnyilag használható, tehát ebben csak a kormány segítséget tudom felajánlani. Miután még járásokban is mindenhol segítettünk, természetes, hogy a kormány elkötelezett a sport iránt, elkötelezett a Nemzeti Úszóprogram iránt, amit az Úszószövetség javaslatára külön is támogatunk, és ebben Szekszárd megérdemli azt, hogy elsők között legyen. Ilyen ügyben pedig, hogy voltam, egy szabatossági igény van, hogyha ez jogos, akkor és jogi támogatásra van szükség, akkor állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen miniszter úr válaszát, viszont a válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen, remélem nem személyesen miniszter úr akarja a szabatossági igényeket rendezni, mert ahhoz túl sok lámpa van ott. A kollégája azt mondta, hogy a magyar kormánynak ez a beruházás az egyébként semmi köze nincsen. Én azt kérem, miniszter úr, ön is tudja. Nem szabatossági igény.
Szétlopták azt a beruházást, és olyan lámpákat szereltek föl, amiben nem látni, akkor sem, ha működnek. Az egészet úgy, ahogy van, ki kell dobni, és újra kell építeni, ez kormányzati forrás nélkül nem megy. Az első kérdésemre még kielégítő választ nem kaptam öntől. A másik kérdésemre se, ami a legfontosabb, és higgy el, miniszter úr, hogy 60 ezer ember figyeli most ezeket a válaszokat, mert hogy országgyűlési választás van, és tényleg foglalkoztatja az ott élő embereket, hogy kitől mire számíthat. Ez a válasz elfogadhatatlan, amit az M9-esre mond, mert ugyan valóban dilemmáról beszélt múltkor, de azt mondta, hogy olyan megoldás fog születni, ami nekem is, vagy az én kérdésemre is megfelelő választ fog adni, és meg fog születni a döntés, most pedig azt mondja, hogy már nem lesz ilyen döntés. Végezetül az uszodában legyen kedves egyértelműen fogalmazni, miniszter úr, átveszi-e a magyar állam a szekszárdi félbemaradt és pénz nélkül maradt uszoda beruházást, és befejezi-e a városért. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszont válasz illet meg miniszter urat, önél szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Az első válaszommal kapcsolatosan félreértés lehet. Most sem mondtam azt, hogy döntés született volna, mert ilyen nem született, tehát csak elismételni tudom a korábbi válaszomat. Ami a uszoda ügyét illeti, ott azt engedje meg, hogy először megvizsgáljuk az ügyet. Nem abban a tekintetben, hogy kell-e uszoda mellett, említáson kell. Nem abban a kérdésben, hogy kell-e anyagi segítség, mert abban, amit elmond, feltételezem, hogy erre szükség van. De hogy az önkormányzatnak kell forrást adni, hogy befejezzék a beruházást, az államnak kell átvenni, ezek technikai kérdések. A lényeg, amivel egyetértünk, hogy egyetlen egy megyeszékhely sem maradhat használható, jó minőségi uszoda nélkül. Ebben a kormány az ott élők segítségére lesz. Ha szükséges világítás ügyben, akkor természetesen abban is. Köszönöm szépen.